Margita Kovászna, Maros megyének a nagykövetei vagyunk. Sok-sok kedves kapcsolatú jó barátunk van Magyarországon, kapcsolatunk, úgyhogy igazság szerint a Kárpát-medence a mi vadászterületünk, de mostanában rákaptunk arra, hogy kilépjünk a Kárpát-medencei magyar élettérből. Például az idén nyáron első alkalommal Lengyelországba látogatunk, a tavaly a Vorarlbergi nyugat-ausztriaiakat leptük meg azzal, hogy tudunk olyan nyelven is énekelni, illetve két éve egy nagyon emlékezetes svájci turnén voltam a gyerekekkel, és ezt az egész nyugat felé nyitást tulajdonképpen a magyar kormány által megszervezett 2011-es brüsszeli Európa Uniós Gyermekhangok Európáért című koncertkörútunk indította. Az is nagyon emlékezetes számunkra, de soha el nem felejtem Isztambult, Rodostót és a törökországi kalandjaikat. Ennek a filizésnek, tehát ennek az ilyen népéneklésnek, vagy hogy mondjam ezt, tömegkórusnak az az előnye, hogy nagyon népszerű, nagyon észreveszik a szülők, családtagok, főleg a lakodalmakon, keresztelőkön, mindenféle ünnepélyen, hogy a kórusra járó gyermek a társaságnak egy csengő hangú közepe, és a nagyon kevés gyermeket is kényszergeti kórus órára, tehát nekem az az érzésem, hogy még egy darabig van jövője, ha kevés gyerekkel is, de fog működni. Nagyon fontos, hogy az, aki vezeti, majd esetleg utánam is legalább olyan komolyan vegye, következetes legyen, kellő szigorúság, de közben kellő humorérzéke is legyen a dolgokhoz, és főleg szeressék ezeket a gyerekeket, mert szeretet nélkül az éneklés nagyon mankós történet, tehát nem fog menni. Ha nem látják rajtam, hogy én szeretem az éneklést, akkor ők se fogják szeretni. Tudnak és szeretnek énekelni. Ezt veszem észre, amikor összehasonlítási lehetőség kerül más közösségekkel, akkor derül ki, hogy milyen értelmes dolgokat csinálunk mi ott magunkban. A sok kényelmetlen kórusórának és veszekedésnek, bosszuskodásoknak, meg ugyanakkor a jókedvű buliknak is micsoda eredményei születnek meg. Amikor kiderül, hogy egy-egy városi vagy új típusú falusi gyermek 10 éneknél nem tud többet, és az se énekeli szívesen, addig az ennyi meg az elmúlt 38 évnek is a termését beleértve
200 ének körül simán elénekelnek, és ennek javarésze népdal, és a népdalok közül is nagyon szépek. A kórus első sorában volt egy gyermek, Kristófkának hívják. Ő 2 évet kínlódott, járt kórus órára. Mindig tudtuk, hogy hol ül Kristóf, mert onnan jött a dőrmögés, meg a szótagolás. Kristófkának 3 héttel ezelőtt kattant be. Nekem egyik nagy meglepetésem volt az, hogy ez a gyermek, akiről soha nem mondtam volna, hogy valaha zenei hangot kihoz a torkán, 3 hete egy kórus próbán bejött, és kinyílt a hangja. Olyan, mint az úszás vagy a biciklizés, hogy váratlanul egyszer csak rájött a taktikájára, de aki nem vesz biciklit, vagy nem lát vizet, attól nincs, amit elvárni. Nos, a kórus órák, azok tulajdonképpen azok a lehetőségek, közegek, ahol meg tud tanulni még egy botfülű, vagy egy félhallású is. Hogyha körül veszik őt a jó hangú gyerekek, akkor fokozatosan ráragad, megtalálja azokat a frekvenciákat, ahol ő meg tud szólalni. Írtó érdekes kísérlet. Az elmúlt 38 évenben olyan 14-15 fából lett vaskarika. Én azt hiszem, hogy az ilyen Kristófkák, akit csak azért is, és még csak azért is, és már évek óta, és mindig megpróbálgatja, azok előbb-utóbb kialakulnak. Tehát szerintem nincs reménytelen eset, csak reménytelen gyermek, aki nem akar reményes eset lenni. Hát szóval ez valami ilyesmi.